A szabadtéri színpad állandó ülőhelyeinek számát egészítették ki a Városkapu Közhasznú ZRT munkatársai, rengeteg látogatóra számítanak a következő hetekben, és fontos volt, hogy időben elkezdjék a szerkezet felállítását. Így is 4 napig tartottak a munkálatok, amire azért volt szükség, hogy mindenkinek, aki az itt megrendezendő koncertekre jegyet váltott, ülőhelyet biztosítsanak. A szabadtéri színpadhoz tartozó lelátó rész, illetve hát maga a közönséget befogadó hely, az ugye fix ülőhelyet tekintve 400, és a lelátó előtti rész bőv lesz plusz 200 helyjel, és a lelátó pedig maga a nagy verzió, amit most felépítettünk a programok várható érdeklődéséhez igazodva, az 1200 fő. Most abban bízunk egyébként, hogy olyan programok vannak, meg lesznek még a jövőben, ami legalább 2-3 alkalommal igényli ezt a nagy lelátót, amit most felépítettünk. Egyébként ez általában nekünk egy nehéz munka, hiszen azért ez nem kifejezetten egy mobil lelátó. Ugye mi szeretnénk azt, hogyha az angol kert, a történeti kert, akkor, amikor nincsenek ezek az előadói rendezvények, akkor azt a képet mutatja, ami inkább a történeti kert jellegéhez illik. Persze magát a formáját, ezeket a körülményeket, ezeket nem a Városkapu ZRT találta ki, nekünk ezt így kell üzemeltetni, hogy ezt annak idején a projektben megalkották. Én egyébként nem tartom ördögtől valónak, hogy akár az Eszterházyak korábbi elképzelése alapján tényleg itt olyan kulturális események legyenek, ami azért méltán kiváltja az érdeklődést a tataiak, de nem csak a tataiak, hanem reméljük, hogy azért a környékbeliek részéből is, ezért kell ez a nagy lelátó. Mi azt azért szeretnénk megoldani, hogy ez minél kevésbé rombolja azt a képet, mert ez bajukban azért rombolja tényleg, tehát nem feltétlenül illik ebbe a történeti kertképbe egy ilyen hatalmas monstrum. Egy kis ideig kell kibírni, és akkor utána persze visszaállítunk mindent az eredeti állapotának megfelelően. Az angol kert nyári nagy programjai augusztus 18-án zárulnak majd, a lépcsőzetes kialakítású nagy lelátó és az alsóbb kiegészítő helyek is addig biztosan a mostani helyükön maradnak majd.